Február 7-én a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium diákja is megtekinthették a Nézé Művészeti Kft. 7 nap című előadását, mely a bántalmazás különböző formáit vetítette a tanulók elé. A Scherer Péter színművész nevéhez köthető darab már több ízben is bemutatásra került a 17. kerületben, ugyanis Horváth Tamás polgármester minden rákosmenti tanintézménynek felajánlotta, hogy egy-egy ilyen jellegű program költségét saját keretéből finanszírozza, ezzel is kiállva a testi, lelki erőszak ellen. Elégtem a suliból, kijöttem ide a parkba. Hát ez a csütörtök, ez nem az én napom. Nem elég, hogy ma sem aludtam otthon. Lassan ez most már egy átlagos lesz. Erre a suliba odajön hozzám Hanna, a legjobb barátnőm, amúgy is utálom, hogy annyira gyönyörű. És ő betámad, hogy én túlságosan rászálltam a tehére. Ja, persze. Kőszegi Mária színművész Bújta bántalmazó szerepébe annak az 50 perces interaktív előadásnak a keretében, melyet országszerte már több mint 90 alkalommal láthatott az ifjúsági korosztály. A darab, ahogy a cím is utal rá, egy hét történéseit dolgozza fel, olyan témaköröket boncolgatva, mint például az iskolai és a családon belüli erőszak, a mások feletti hatalom gyakorlása, a jogosultság, valamint a birtoklás jelensége. Nagyon nehéz volt az első 20 alkalom, amikor játszottuk, mert, és a próba folyamat is ezért, mert én a másik oldalon voltam nagyon-nagyon sokáig. És hát megterhelő volt. Aztán ez átkattant, és azóta egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, nem akarok ilyen nagyon magasztos dolgokat mondani, hogy ilyen szent cél, de egy ilyen küldetésnek érzem valahol, hogy tehát ezt a hasznosságot, hogy úgy színészként azt érzem, hogy tudok egy olyan üzenetet vinni ezzel, és a legérzékenyebb közönségnek, én már nagyon szeretek gyerekeknek, ifjúságnak játszani, mert ott még nagyon sok mindent át lehet kattintani. Ebből adódóan a tinédzserek megérthetik, és egyúttal meg is tanulhatják, hogy hova vezet az agresszió, és egy-egy ilyen helyzetben miként lehet segítséget kérni, vagy megfelelő módon támogatni a bántalmazottat. Az alapelv az, hogy ne traumatizáljuk újra az áldozatot, de ha nagyon egyszerűen akarok megfogalmazni a választ, akkor azt mondom, hogy odaadó értő figyelemmel lenni, nagyon érzékenynek lenni az áldozat határaival kapcsolatban, hogy tényleg ő legyen a központban, hogy vissza tudjuk adni neki azt a hitet és azt a reményt, hogy bízhat másokba, és hogy nem fogjuk cserbe hagyni. Az előadást követően Takács Hajnal tapasztalati traumaszakértő, a darab szereplői és a diákok hosszas beszélgetést folytattak a látottakról. Ennek során Jankovics Anna színművész elárulta, hogy gyermekkorában őt a szemüvege kapcsán érte abúzus, ugyanakkor ennek a hosszú távú hatásaira csupán a diskurzus során jött rá. Ez most egyébként az előadások utáni beszélgetés hatására tudatosult bennem, hogy például az, hogy engem akkor a 80-as években, a 90-es évek elején pápaszemes kigyönök csúfoltak, hogy ezért van az, hogy, és pont akkor, amikor a szakértőnk kiderült, hogy nem is tudja, hogy egy szemüveges vagyok, és rájöttem, hogy igen, én ezt, nekem ez egy ilyen bizalmi szint, hogy kielőtt mutatkozom szemüvegbe, és akkor így beugrott, hogy ez valószínűleg ezért van. Február 7-én a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban megvalósuló programra Horváth Tamás Rákosmente polgármestere is ellátogatott, mivel kiemelt figyelmet fordít a gyermekek védelmére. A városvezető az iskolai zaklatás, a lelki és fizikai bántalmazás elleni kiállás jegyében a rákosmenti előadások megtartását saját keretéből finanszírozta. Bízom abban, hogy ezzel is tudunk segíteni abban, hogy felismerjük ezeket a problémákat, és ha kell, akkor tegyünk is ezzel valami magunk is eszközeire, hiszen nyilván minden problémát nem tudunk megoldani, de sokat tudunk segíteni azoknak a társaságnak, akik ebben a szituációba kerülnek. Horváth Tamás hangsúlyozta, a jövőben is támogatni fogja a kezdeményezést, így reméli, hogy minél több rákosmendi fiatal megtekintheti majd a 7 nap című előadást.